És mai téma tudatszintek. Szanszkritul úgy mondják, hogy pancha, kosa. Öt tudatszint. Erről fogunk beszélni. Ez a téma, hogyha valaki tanul, érteni fog, hogy én hol vagyok a tudatommal, és mit kell tennem az én helyzetembe, hogy egy kicsit fejlődjek. Ez egy jó, kézenfogható segítség. Ugyanakkor másokat is tudjuk felismerni, ez is fontos, hogy hol tartanak, mert akkor úgy kommunikáljunk velük. Mert hogyha valaki kicsit magasabb tudatszinten van, és kommunikál annak, aki lejjebb, és az saját szinten, akkor az nem képes felfogni. És akkor ő kezd, hát miért nem értesz, miért nem értesz? Azért, mert ő itt van. És hogyha mi ismerünk ezeket a tudatszinti dolgokat, akkor tudjuk az őszinten kommunikálni. Ő nem tud felismerni fölfele, hogyha legalább második szinten nincsen, majd ez megbeszéljük, mi ez a második. És ugyanakkor nagyon komoly dolog ki fog derülni. És az fog kiderülni, mert mi mindannyian azért vagyunk, akár itt, akár hova megyünk, hogy boldogok legyünk. Ugye? És ki fog derülni ma, hogy a boldogság min múlik, és ez micsoda. Jó? Oké. Akkor kezdhetjünk, alul fogunk menni a tudatokon, meglátjunk, hogy mennyit megyünk, valameddig időbe. Ugye pancha kosha. Amiről fogok most beszélni, ő tudatszint, Hare Krishna Kriszti, és egyes, lehet, hogy innen kezdek, de fölfele öt. Első szint, úgy hívják, hogy Anna Maya. Anna Maya. Az Anna szó azt jelenti, hogy étel, vagy gabonát is mondanak rá, hogy gabona. Ez az emberi életében, vagy emberi életformában, mondjuk, mint egy ember életforma, ez az alja. Az állati, itt vannak az állatok, ez a teteje. Mindjárt megnézzünk, hogy itt egy találkozik ember és állat a tudattal. Anna Maya az azt jelenti, hogy nagyon test... Ó, oh, bocsi. Ja, jó, elfelejtettem, hogy ez nem mozog magától. Jó. Lehet, hogy lehetném ott gimbalbe rakni, legközelebb, és akkor azt tud mozogni, mert elfelejtettem. Jó, oké, köszi. Hogy emberi, testi tudat. Anna Maya. Ez azt jelenti, hogy függük azon, amit eszek. Az evésen. Azt mondják, hogy ezen a szinten ember élek, hogy egyek. De mi a formula? Egyek, hogy éljek.
És itt ez az egyik, de itt van többféle dolog. Van akkor evés, utána alvás, akkor párzás, mondjuk így. És védekezés. Ez a fő ezen a szinten értékrend. Ez az értékrend ennek az embernek. Ő ezen nagyon-nagyon függ. Van egy másik, mivel ez a tudatszint, a test, ezért ő mindig azon gondolkodik, hogy minden körülötte kell, hogy forogjon, elvárja. Ő úgy él az életét, hogy mindenki ad neki valamit, ő pedig az természetesnek fogja, és még követeli is másoktól. Nagyon zárkozott magában, ugye, ő csak tud enni, akkor boldog. Például, hogyha valaki engem megeteti, az a barátom. Kutyáknak is így van. Kinek volt kutyája? Ugye, hogyan szokták a kutyákat oktatni, ki járt iskolába kutyákkal? Ide raksz egy ennivalót? Nem tudom, hogy. Most is így? Mert... Igen. Igen, szovjet is így volt. Igen, és akkor most ül, vagy hozzám, és akkor így adsz neki. Nagyon okos vagy. Fekszik, ugye, áll, lábhoz, így még így kell csinálni most is? Igen. Jó, valamikor képeztem kutyákat én is. Mivel, na most itt mi a probléma? Itt a boldogság csak akkor, amikor eszek, amikor alszok, mert akkor ezt csinálok, ez szenvedés, mert meg kell védeni. És a probléma, hogy ezen a szinten nincsenek kapcsolatok emberek között, mindig egyedül van. És mivel ő azt gondolja, hogy majd én csinálok úgy, ahogy én akarok mindent, mert itt ezt gondolja az ember, én vagyok a tenger az univerzumban, akkor én ahogy kitalálom, hogy boldog leszek, akkor így kell történjen. De a szervezetünk nem így működik, ahogy én akarok. Az emberek nem úgy működnek, ahogy én akarok. Nem tudom, kinek volt tapasztalata. És ezért itt több probléma lesz a vége. Nem lesz semmi kapcsolat, mert ki akarja kapcsolatban lenni olyan emberrel, aki fogyasztó, mondhatjunk, mindent elvár. Másik oldalról, mivel össze-vissza gondolja, hogy a test, ez azt jelenti, hogy amikor akarok, alszok, amikor akarok, azt csinálok, akkor az a probléma lesz ezzel, hogy beteg lesz. Egy biztos ember beteg lesz. Amikor érzelmileg nagyon gondterhes lesz, mert nincsen érzelmi kapcsolatok. Pozitív. Csak negatív. Egy nagyon zsákutcába kerül egy ilyen ember, és hogyha tovább így csinálja, akkor következő születés állat lesz. Mert állat eszik, alszik, szoporodik, védekezik. Ez az állatnak a négy értékrendje, és itt nagyon veszélyes a sokáig maradni. És van, én látom személyesen ilyen személyeket, akik
hogyha mi most a mi modern időre ezt formátba öntsünk, akkor elmesélek egy élő példát, ismerem olyanokat. Például, aki számítógép függő volt, játékos. Ugye a játék kezdődik hánykor? 8, 9, 10, 11, minden később, annál izgalmasabb. És akkor játszanak. Akkor ott eszik, mert 10 órakor beindul az emésztés, ami nem azért van, hogy enni kell. De ember kezd ott falatozni, mert minden. Chipseket, ami nagyon egészségesek. Akkor ezt fog csinálni, és általában reggel 6-ig. Mert 6-kor jön a kapadósa, és akkor reggel 6-kor már fáradt lesz, álmos lesz. Mert 10 után kap egy kis energiát, és nem akar elaludni már, mert akkor mi már múltkor ezt beszéltünk, hogy jön a pita. 2-től jön a váta, megint nem akarok aludni, és 6-kor már, és akkor 6-kor fekszik aludni, ami testet rendszerességtől kilövi, és akkor 11 dél, 1-2 között felébred. És ja, kb. Így. Amikor ilyen később kell, ott már nagyon rossz minden a tudatba, akkor ő csak balhéjakat fog csinálni otthon családjába, fog ott elvárja mindenkitől mindent, ő nem akarja semmit csinálni, neki mindig új gépet kell venni, új processzorokat, meg ilyeneket, és akkor, hogyha nem, akkor engem nem szeret senki, nem, bemegy a konyhába, nem így vannak, ez egy élő dolgok, ez nem most próbálok forgatókönyvet írni egy filmhez, és akkor bemegy a konyhába, ott a rokonok már így, ops, jön a lukból jön ki a vadállat. Kijön. Mivel feszült, mert nem így, nem jó időben aludt, ez a pszichikának nagyon rossz, akkor tudja, hogy ez így nem egészséges. Ettől is feszült, hogy ő semmi nem csinál, csak elvárja mindent fogyasztókit. Ettől is feszült, mert belül van ez az érzés akkor is. Akkor elkezd rögtön, hogy benéz a hűtőbe, és nem tud semmit találni, vagy találok, hogy gyorsan valami bekapja, bevágja a hűtőt, összeveszi az összesen, akik ott vannak, és bemegy vissza a lukjába, és túléli valahogy este a következő játékig. És ez évekig történik. És mikor valaki már elindul ilyen tizenévesen, és a 30 éves, 35 még mindig ott tart. Igen, ez egy, és a probléma az, a boldogság az nincs. De el van satóba fogva, és nem tud változtatni. Nincs erő. Ezen a szinten nincsen erő. Jó. De nézzük meg pozitívan. Na, először még egy dolgot mondanék, hogy van olyan ember, akiknek ez normális. Egy ilyen tudatszint. Kinek ez egy tudatszint, ez egy megfelel? Ami teljesen oké. A csecsemő. Ugye, mit csinál a csecsemő? Eszik, alszik, eszik, alszik, eszik, alszik, eszik, alszik. És sír, hogyha éhes ő is. Ő körülötte forog a világ. Ugye, fogja az anyuka, akkor kiesik a cumi, rögtön sütj, megmosa, visszaadja a cumit. Akkor folyik valami belőle, azonnal cserélődnek a dolgok, automatikusan, ő számára az életében minden történik automatikusan. Ez normális. De hogyha 30 éves kor ugyanebben tudatban marad azóta, az már nem 100% hogy normális. Szóval ezért nem, neki nem működik. Oké. De most nézzünk egy ilyet, hogy innen azért van fejlődés. A következő szintre.
következő szintre, hogyha ez a fiatalember észreveszi magát, hogy ezt is akarom, hogy jó legyen, nem sikerült. Én mindig csak jót akarom, de mindig csak rossz. Miért pont most, miért pont velem történnek ezek a dolgok? Szoktak ilyen kérdések lenni? Velem most, miért pont, hogy? És elkezd egy kicsit nyitott lenni. És akkor kap egy információt, itt-ott, hogy gyakorlatilag a világ törvényeken alapján működik. És hogyha ezeket a törvényeket megtanulsz, akkor tudsz javítani. Például ez a szenvedés, meg betegség is ez szokott segíteni ebbe. Mert elmegy orvosokhoz, ide-oda, senki nem tud segíteni. Elmegy a jóga oktatóhoz, 3 napig jogázik, és jobban érzi magát. És akkor már is kezd működni. Szóval ez egy természetes fejlődés, hogyha a fiatalnak a tudatja nem túl blokkolva van, ő mindenféleképpen elején tud itt lenni. Nem mindenféleképpen, nem mindenki, mert valaki már tud születni magasabb tudattal, de hogyha valaki ilyen beragad egy kicsit, a szenvedés által keresi megoldásokat, és keresi alternatívákat. És akkor jön a következő szintre, pránamája. A prána azt jelenti, hogy élet levegő. Ez egy finom energia, amivel mindenki rendelkezik. És itt ő tanul, hogy igen, hogy nem úgy van, hogy te csak te véleményed, és mert ezen a szinten, akinek a véleménye eltér az enyémtől, azt nem bírom elviselni ezt az embert. A becsapom az ajtót, és megyek el. A jó esetben. Rosszabb esetben máshova csapom egyet. Itt megérti, hogy van másoknak is véleményük, és fontosak, és nem biztos, mert itt nekem igazam van. Volt nektek igazatok? Neked nem volt sose? Amikor abban a consciousness-ben voltam, Amikor hogy? amikor azon a szinten voltam, biztos. Akkor biztos. Igen, ezen a szinten, amikor vagyunk, akkor nekünk minden igazunk van. Mi nem hibázhatunk. Mert ezen a szinten ki a legokosabb, legszebb a világon? Az elme a legjobb tükrünk. Ő azt mondja, ó, hát nálad nincs, konkurencia nincs. Igen, ez ez. Oké. És akkor ott kicsit fáj, ez a forduló pont ezen a szinten, hogy lehet, hogy megtudja karmáról, hogy karmát csinálsz magadnak, akkor, hogy adni kell, másoknak jót tenni kell, akkor vannak az univerzum törvényei, ami működtetnek a pszichikát, a testet, és ekkor ember kezd ide felmenni, és kezd tanulni a dolgokat. És itt lehet, mert itt se sport nincsen, itt semmi nincs. Itt csak ez, amit itt felértünk. Na itt valaki sportolni kezd, megy, nem ül otthon. Ez a lényeg, nincsen otthon. Megy, itt a maratonokat fut, biciklizik, evez, úszik, valamit csinál. Nagyon aktív. És ezen a szinten már ő szeret társaságot. Nagyon nyitott. Csapatmunka, együtt menni, turázni, csapata, kirándulni együtt, és értékeli másoknak, hogyha eltérnek, vagy a különböző vélemények vannak, azokat már tud értékelni. Ő már tud itt dolgozni másokkal, együttműködni. Szóval ez egy nagyon, itt kezdődik ez még nem túl messze az állattól, de már kezd jobb lenni. Meg
Kicsit később lesz az igazi emberi szint. Ez ilyen köztes már. Ez egy állati szint, ez köztes. És akkor itt ember már megy alternatívakra. Valaki sportol, valaki akkor elkezd tanulni. Jóga, pranayama, reiki, mi van még? Párna nagyi, és akkor a többi dolgot, akkor itt ezt itt próbál csinálni, nyitott személy, és mivel jó működik a test, akkor a tudat kicsit le van azon, kicsit így ragyogós, a mosolya mindig. Ő mert jó. Itt negatív. Ez az eredmény, itt nem lehet pozitív lenni. Na, itt kezd lenni pozitív, mert tud másokkal bánni is. Mondhatjuk, hogy ezen a szinten emberi tudat nagyon ilyen, hogyha mi nézünk így, próbálok rajzolni, mint egy bimbó. Nagyon zár. Már a tudatunk úgy működik, tud nyílni és tud zárni. Attól függ, hogy mit csinálunk, kivel társulunk, mivel foglalkozunk. Minél zártabb a tudat, annál veszélyesebb, mert az állatoknak is nagyon zárt a tudat. És látjunk, az a, mert ez a léleknek a tudatja. Az a lélek, amelyiknek teljesen összetapad, akkor itt kinézünk a fákat, ez ugyanazok a lelkek, de annyira, hogy magukról nem is tudjuk, tudatosok-e. Élnek, csak hogy egy helyen élnek, léteznek. Az állatok, akik mozognak, akkor ott már jobban, ott is vannak gradációk, mennyire tudat nyitottabb. Ez azt jelenti, hogy teljesen ilyen. Ezen a szinten már valami van legalább. A legmagasabb állatszintűek és legalacsonyabb emberek, hogy így itt, és ezért, mivel szűk, tudod, a szűk, azért én annyira kicsinyes vagyok, hogy semmi nem fér be. A másoknak a vélemény az én tudatomban nem fér be, ezért nem bírom, ideges leszek, felrobbanok, hogy nem így gondolnak, nem értenek velem egyet. Nagyon, nagyon. Ez. Itt a tudat majd egyszer, erről lehet még beszélni máskor is, egy más szinteket, vagy a más más táblázatból. Itt már egy kicsit a bimbó mondhatjunk nyílik, amikor itt egy kicsit nyílnak a dolgok. Egy picikét. Még nem nagy szívű ember, de már nem ez a kicsinyes. Szóval itt már a tudatban már belefér másoknak a véleménye is. És belefér az a vélemény is, és a tudás, hogy nem körülöttem forog a világ, hanem törvények vannak. És néha, és akkor egy picit próbál meditálni, hogy azon, hogy akkor a világ, a természet, ez az Isten. Itt ő minden törvényekben lát, a világ törvényekben. Itt még nem fér be neki a tudatba Istenség legfelsőbb személyisége. Itt nem tud. Ez még nem fér be. Nincs hely. De viszont, hogy a világ, a természet, ezekkel a pránákkal, mindennel, ez az Isten. Oké. Okay. Itt is be lehet akadni. Hát azok, akik foglalkoznak ez főleg a ilyen jogás dolgokkal, meg ajurvédákkal, 99,9% beakadtak itt, és akkor kész. Nem tudom, Facebookon látjátok valaki, van ez a mudra. Ilyen mudra, olyan mudra, és mi a haszna? Az a lényeg, mudra, valami finom törvények, mert így csinálsz, úgy csinálsz, akkor finom szinten történnek a dolgok. Ami igaz, de erre tudat is kell, nem csak mudra. Az nem működik, csak valamit csinálsz kézzel, és akkor már rögtön az működik. Ahhoz kell tudat.
az nem tudják, azt gondolják, hogy így kezet tartok, akkor valami minimális lehet, de amúgy nagy dolgok nem lehet. Mert minden tudaton múlik. És akkor sokan is itt megakadtak, meg megakadnak, és valakik ezoterikus lesznek, okkultizmus, és kész. De nézzünk a pozitívat. Ugye itt ember volt, és akkor gondolkozott, hogy miért szenvedek. Ez egy, hogyha ezen a szinten felmerül a kérdés, miért szenvedek? Én próbálok csak jót adni, én csak ezt jót csinálom, és így, de mindig szenvedek. Na, ez fontos. És akkor jön föl ide. Ha elkezd itt élni, gyakorolni, akkor a következő, hogy itt, hogyha kérdez megint. A kérdések az ember életében legfontosabb. Adhato Brahma Jigyasu. Ugye Vedanta Sutra azt mondja, hogyha emberi testben vagy, akkor kérdezd. Nem kérdezel, állat nem kérdez. Azért mi a különbség az állat és ember között? Ki már kérde, ki látta, hogy macska kérdezni szokott? Ő követelni. Hazajön valaki az acskókkal, már ott élni nem ad. Nyafog. Mászik rád, mi az acskóban, mi van a szatyorba. Az a, Anna más szint, hogy ad nekem. Karmaja van, rámászik az új ruhára valakinek. Kutya, ha ő nem mászik rá, így farka. De nem kérdez, mit hoztál. Biztos hoztál. Hogy nem hoztál? Na, ez egy kérdés. Ezért a különbség, hogy állatok nem kérdeznek, miért szenvedek, ki vagyok én, az ember nem kérdez, akkor állat. Nem én mondtam. Ezt mondják a védák. És a különbség, hogyan különböztetjünk ember és állat között, pont az. Embere elszik, állat is elszik. Ember alszik, állat is alszik. Ember párzik, állat is párzik. Ember védekezik, aki akarja megpróbálni medvének, oroszlánnak a kiskölyköket elvinni, akkor meg fog látni, hogyan védekeznek. Nem ajánlom. Ezért hát csak ez van, így nincs különbség ember és állat között. Az, hogy állat sose fog kérdezni. Ember kérdez, miért szenvedek, kerül ide. Itt újra kell kérdezni. Az a kérdése lesz, hogy mi és ki a forrás. Ezeknek a törvényeknek, ami valaki van, annyira megvan minden precízve, karma törvény, akkor a prána, hogy működik, a csakrák, meg fantasztikus. És akkor, mikor kérdez, ez a jigyasu, ugye kíváncsi, vagy tudásra vágyó, az a gyáni, akkor következik harmadik szint, úgy hívják, hogy Gyána Mája, Jnana, Gyána. Itt egy kicsit pluszt írtam, kicsit ilyen fokozott M betűt írtam, hogy biztos, ami biztos, ne, hogy N legyen. Gyána Mája. Gyána szó, ugye prána, ez már beszéltünk, élet, levegő, vagy energia, ami kontrollál a szervezetet, amikor prána megzavarodik, akkor megzavarodik az egyensúly, megzavarodik az egészség, akkor a prána segítségével mondjuk ember lélek hagyja el a testét, vannak a nádik, csatornák a szervezetbe, és amikor lélek nek lejárt idő kontrollálni a szervezetet, akkor amúgy prána levegőbe van, és utána a prána viszi ki, attól függ, hogy hogyha bűnös tettek, akkor súlyjal, bűn súlyai lenyomják az alsó csakrákon, hogyha
jó ember volt, szívembere volt, akkor a szívcsakra, akkor emberek között fog születni, de hogy már ezek a csakrák, ez a, meg ez, akkor vagy a fősobolgó rendszer, vagy a lelki, keresztül, amikor valaki mondja mantrát, és akkor így pránával együtt kilép a testbe, testből. Na szóval itt ezeket, ez a prána, egy kicsit csak akartam mutatni, sok minden pránával történik, és ezért annyira zseniális, és akkor látja, hogy hát ez véletlenül nem jöhet létre. Ezért kérdezi, hát akkor honnan, ki írta azt a szoftvert? És kezd keresni hiteles forrásból válaszokat. Okos ember, ő keres a hiteles forrásból a választ. Kevésbé okos, azt olyan választ keres, ami tetszik. És aztán nem mindig hiteles. Ez azt jelenti, hogy félre lehet vezetve embert. Ezen a szinten ő kezd akkor tanulni már sok mindent, lelki dolgokat is. Itt találkozik, hogy igen, Isten mindennek a forrása. Elkezd gyakorolni itt a bhakti jógát. Hogyha nagyon szerencsés. Na ugye itt mindenféle anyagi jógákat gyakorol. Ashtanga, hatha jóga, ami csak most már Kali Yugában csak torna az egész, sehova nem tud, nem, ember nem képes vele sehova menni. Pranayama után nem is megy tovább. Tudjátok mi a pranayama? Ugye van a asana, nem, ó, bocsi, yama, niyama, ugye yama, niyama, asana, pranayama, pratyahára. Na, akkor elég is. Ki tudja ez mit jelent? Pratyahára. Hogy? Hogy kell csinálni? Úgy kell csinálni, igen, hogy nekünk a testünk úgy működik, hogy ha bár lélek itt van, de a léleknek vannak finom érzékei. És azáltal, mint a nap egy helyen van, de a fénye által kiterjed mindenhol. Ide is bejön a fénye. Ugyanúgy a tudatunk minden sejtben benne van, mint a napfénynek a ragyogása. Ezért érzünk. Amikor érintenek a kezünket, vagy valami fájdalom történik, azért érzünk, mert tudat ott van. Észrevettétek néha gyerekkorokban játszoltunk, és a végén játékon észrevettük, hogy meg vagyunk vágva, és nem fájt. És utána látom, akkor már megy a halálfélelem. Nem éreztünk, mert nem volt tudat, máshol volt a tudat, ezért ilyenkor nem éreztünk. Szóval tudaton múlik, hogy mit érzünk. Ezért a jogik például, aki pratyahára, pratya, ez azt jelenti, hogy elvonás ahára tápláléktól. És van nekünk érzékeink, szemnek a táplálék, az látni formát. Órnak a táplálék tapasztalni illatokat. Fülnek a táplálék hallani a hangokat. Nyelvnek a táplálék érezni az ízeket. Bőrnek a táplálék érezni a tapintást. És a jógi az csak azt képes csinálni, ezt mindjárt elmondom, mit kell csinálni, aki a pranájámánál tökéletes lett. Hogy ő kontrollálja az egész pránát. Hogy lehet megtudni, aki tud kontrollálni a pránát, hogy egy nulla jelbetegségről, miért? Mert prána kontrollálja a szervezetet. És aki megtanulja kontrollálni a pránát, ő kontrollálja a szervezetet.
és ott nincs betegség. És megnyúlik az élet hossza. 400, 700 év, 800 is, 1000 is lehet. És ez lehetséges, hogyha valaki pránájámát megtanul kontrollálni. De nem fog tudni, hogyha jámaniámát nem gyakorol. Most senki nem gyakorol jámaniámát, ugye ez azt jelenti tiltásokat, a bűnös tetteket, amit nem szabad csinálni, kell követni, és utasításokat, mit kell követni, mert jámaniáma az azt jelenti kezdeni tudatot egybehozni. Mert tudattal megy a jóga. Amikor a jóga, amikor a tudat már fókuszba, akkor csak képes vagy ászanát gyakorolni. Itt van ászana. Mert azért, amit most csinálnak az ászanakat, ez teljesen durva szintű torna. Semmi kapcsolat igazi ászánával nincs, mert nincs tudat benne. Ez nem kell mondani kívül, mert megsértődnek rátok. Jó? Úgy is nagyon megsértődnek. Mert ők azt gondolják, hogy jogáznak, de igazság nem. Nem jogáznak. Ami nem baj, szóval ezzel nincs gond, mert tényleg javítja az egészséget, de az nem jóga, mert nincs tudat. A jóga az tudat. Mert mit mondja, megint egy kicsit most elmentünk ebbe jogába, mert mi, amit mondja a Yoga Sutra, yogas citta vritti nirodha. Az azt jelenti, a jó, rögtön első mondat. A joga azért van, hogy rendbe hozol a tudatodat. Na mindegy, és csak az, aki megtanulta a ászánában mindenféle tökéletességeket, most nem megyünk bele, mert nem akarok ebbe irányba túlmenni, akkor csak az képes igazán pranayamat gyakorolni. Azt, amit mi veletek csináljunk, Nodi Sadana, Kapala Bhati, az segít, de ez nem jó, az nem igazi pranayama. Az igazi pranayama, hogyha valaki mester az ászánában. De még így is magasabb szintű, hogyha valaki pranayamazik, az magasabb, mint az ászana. De ez még mindig, ez csak egy nagyon korlátozott dolog, hogyha jogát nézve. Nem joga, az is segít, gyógyít, nyugtatja, sok hatása jó van, még így is, hogyha nem jót csinálunk. Csak hogyha beszélünk a jogáról, akkor nem joga. Hogyha ezt nem csináltam, akkor ez nem jóga. Na, de miért kell ez? Mert a pránájámában ember már olyan tudat fókuszban van, ha le tud ülni, és tudatosan fogja, és elvonja a tudatot. A szeme nyitva marad, de hogy elvonja a tudatot a hridaj, a szívbe, akkor nem lát semmit, nyitva szem. Jönnek a hangok, el van vonva a tudat ide, nem hal. Jönnek az illatok, nem érez. Ezért vannak jogik, akik lehet műtenni, nem érezni. Mert csak tudatot elviszi onnan, és akkor kész. Ez a pratyahára. Többi már nem is megyünk. Jó? Szóval, hogyha még itt is próbálnak még valamit csinálni, nálunk, Európában, erre már nem nyúlnak. Olyan messze van. Na, hát akkor ez igen, szóval itt marad így ezek a pránajáma, de ez így ilyen, mint ilyen kis tornás dolgok, egészség, jó kapcsolat, sok természet, sok csapat, együtt működünk, az jó. Oké. De fontos, nagyon fontos megjegyezni, hogy itt a szenvedésnek egy nagy része ez fontos, megszűnt. Így, áthúzom. Nagyon sok szenvedéstől megszabadult. Miért? Meggyógyult, nem szenved a testtől. A kapcsolatoktól nem szenved, mert már tud kapcsolatot teremteni emberekkel. Van egy jó élmény, együttműködés, és így tovább, és így tovább. Szóval itt van. Nem függ a szenvedélyeken, mert itt függ. Itt a kábítószer függés, cigaretta függés, alkohol függés, ez itt. Ups.
Itt pedig már ez nincsen, ezért szenvedés, ez csökkentett. Ő már azt gondolja, hogy boldog, de ez még nem. De már úgy tűnik, hogy ő boldog. De mindjárt kiderül, hogy mi ez a boldog. Oké. És akkor ide felment, van meg ezen túl még, ki a forrás mindennek, honnan minden származik, mert ez annyira zseniálisan működnek ezek a csakrák, hogy engem érdekel. Oké, akkor itt tanul, kap egy hiteles forrásokból tudást, a gyánát, és próbál ki. Mert itt nagyon fontos, hogy amit tanulok, próbálok, hogy meggyőződjök, hogy működnek a dolgok. Mint itt is elkezdte rögtön pránajámás, sport, jóga, bármit csinálni, és látja, hogy változik. Próbál emberekkel kapcsolatot építeni, változik, kapja tapasztalatot, ekkor tud lépni tovább. Itt is elkezd gyakorolni, és fog látni, fú, ez valami még különlegesebb dolog, még finomabb, még beljebb hat, meg ilyenek, és ezért fog kapni megvalósításokat, főleg itt a tudás lesz, hogy te egy lélek vagy, te vagy egy lélek, és a személy, egyéni lélek, egyéni személyiség, nem mindenele egy. Ez, hogyha igazi tudás, mert lehet egy hamis, az, hogy mondom, hogyha őszinte valaki, hogyha nem őszinte, akkor ide kerül, akkor te vagy én vagyok te, ezt mondja, hogy itt ülünk, ez egy illúzió. Ez illúzió, nem vagyunk itt. Ez egy... Hogyha mindjárt Csabának fejre esik egy tégla, akkor mondom, Csaba, ez illúzió. Csaba már beteg, kész van. Illúzió, nincs, ez nem, ez nincs. Ez nem történik. És de majd ha egyszer akarjátok, a hamis filozófiát tudok nektek. Csak félek, nehogy megfertőzöm valakit. Mert lehet, bakták ismernek hamis filozófiát, tudnak meggyőzni bárkit. Szóval egyéni személyiség vagy, és így tanítják, hogy Isten legfelsőbb személyiség. És mondják, oké, na most lelki gyakorlatokat gyakorolj, próbáld ki, fogsz nyerni tapasztalatot. Először magadról, utána Istenről. És mikor gyakorol, próbál ki, ekkor a gyakorlat által megvalósítást kap. Vigyána. Szívbe történik kinyilatkoztatás. Időben még jó. Vigyána szint. Ezt úgy hívják, hogy önmegvalósítás, vagy megvalósított szint. Megvalósított. Ez azt jelenti, hogy itt, ezen a szinten, amikor tanítják, hogy lélek vagy, akkor mindenki lélek, akkor én nézem, és akkor egy szentírás szemével próbálok látni. Igen, a Murali Krishna Prabhu egy lélek, Csaba egy lélek, Michael egy lélek, Dani egy lélek, Benedek egy lélek, hogy hívnak te? Milyen? Loretta lélek, Brigé lélek, Edina lélek, Boróka lélek, és Kriszti is lélek. De nem látom, csak így már tudom. Értitek? Itt már így próbálok, és az Isten, és vannak tapasztalataim már, hogy ő engem segített, támogatott, reagált az én imáimra. Ez minden megvan, de még nem látom. De a vigyána szint, amikor én látom, lelket, Istent, karmát, amit akartok. Mert végül, és ezt mondják, hogy ez
ez az ember, aki rendelkezik tudással, mert szanszkritul mi a tudás, hogy mondják szanszkritul? Vidya, igen. A gyök, ez a vid, látni. Szóval akár Krishna tudatba, hogy szlovákol is? Vigyics. Vedás. Vegyes. Vegyes? Vedám. Igen, ez onnan jön a szlovák. Szláv nyelveknek, az oroszoknak is így. Most nézem, gondolom, hogy ukránoknak így. Na mindegy. Pár szláv nyelvnek ez ugyanaz, mert gyök a szanszkrit nyelv nekik is. Szóval akár a bhakti jogát fogjunk, vagy az egész védikus rendszert, náluk, vagy ezen a rendszeren azokra mondanak, hogy tud, aki lát. Az információ megjegyzés, ez nem tud. Mert tudni egyenlő látni. Valaki rendelkezik tudással, ez minimum ez a szint megvalósított, hogy ő már lát ugyanúgy. Itt szentírások alapján látom a lelket, ezen a szinten én már látom lelket. Szalad egy macska, és akkor látom a lelket. Igen. Jó, szóval ez a... És mivel itt már látom Istent, akkor csak ez tovább mélyül, ez a megvalósítás, és mikor érett vagyok ebben, akkor következő szintre kerülök, ami az a név, hogy Ananda. Ennek az a neve, hogy boldogság. Szóval, amikor van, mit jelent, hogy Ananda, amikor van én, és Isten közötti kapcsolat, Isten, mondjuk Krishna legyen. Nevezünk saját nevekkel dolgokat. Mikor Krishnával leszek egy kapcsolatban, ami ugye a bhakti, akkor Ananda, boldog vagyok. És ez a szint, hogy már annyira más, hogy az ember látja a világot, hogy itt világon bármi történik, nem tud megzavarni boldogságot. Amit csak el tudjuk, vagy nem tudjuk elképzelni, mit tud velünk történni, akár az ő testével, körülményekkel, a boldogságot nem zavar meg. Itt egy érdekes következtetéshez jutottunk, lehet több következtetés, de egyik sok között, hogy a boldogság, ez nem, hogy nekem pénzem van, szakmám van, 80 diplomám plusz áfa, hanem a tudatszint. Szóval nem a anyagi, semmi anyagi helyzet és boldogság, nulla kapcsolat. Ez egy tudatszint. Ezért itt rohannak, szaladnak, mindig már tudják, hogy leszek boldog, semmi esélyed nincsen. Nincs esély. Nincs. Miért? Mert hogyha nem tudatszint, hogyha csak anyagi világ, akkor az anyagi világnak a természete, az a baj, hogy minden, itt nagyon zöld imádok vannak ebben a templomban. Ben piros imádó vagyok, az pedig susíts. Ennek a világnak, hogyha mi nem megyünk így, hanem azt akarjuk, hogy itt legyünk boldogok, akkor Krishna Bhagavad Gita azt mondja, Dukha,
Lája. Lája azt jelenti, hogy helyiség. Mint mondjuk ebédlő. Ugye helység, ahol ebédelnek. Ugye azt mondják, hogy bhojana, a szanszkritum mondják, bhojana, ez a ennivaló. Bhojana, lája. Ebédlő. Itt terem, magyarul. Itt terem. Bhojana lája, itt terem. Ezt lehet nevezni. Govinda, bhojana lája. Lája hely, dukha azt jelenti, hogy szenvedés. Szóval anyagi világban, hogyha valaki próbál elhelyezkedni, én megnéznék. Írjátok, akinek sikerül. Esélytelen, az olyan, az semmi, nincs nulla esély. Miért? Mert dukkalája, és azt mondják, hogy itt a sasvata. Ideiglenes. Itt minden ideiglenes. Itt semmi nem tudsz fenntartani. Szóval, hogy lehet boldog, amikor holnap már nem leszel. Igen. De hogyha itt vagy boldog, akkor mindegy. Mi van itt? Van, nincs, van pénzed. Boldog vagy, nincs pénzed. Boldog vagy, egészséges, boldog vagy, beteg, boldog vagy, mindegy, mindig boldog vagy. Szóval ez a tudatszintek, és hogyha ideig még fel lehet menni, nagyon sokan vannak, de itt már kezdődik a kicsit, itt már nagyon fontos, nagyon hiteles dolgokon menni át. Jó, oké, akkor... akkor még beszéltünk, hogy hogy is egy ember fejlődik. Először tényleg, mikor kerül ki családból, akkor próbálkozik, hogy én vagyok a központ, mert családban ezt csináltak. Minden alá rakták, minden rendezték, és akkor szerencsétlen gyerek azt gondolja, hogy most mindig így lesz. Ki tapasztalta? Hogy most mindig így lesz, ahogy otthon minden körülöttem. Igen, ugye, csinálnak. És ezért, mikor kimegyünk ide, uff, vagy próbáljunk kimenni az életében, még nem ide, akkor mi van a bicskával? Kinyílik a bicska. Beletörik, tele lesz a hócipő, meg a többi. Igen. Amikor kifordul a Jackie, akkor ide jön. Ki kell fordítani a Jackie-t, és akkor ide lépni. Ez jó. Igen, és akkor, és ahogy beszéltünk, amikor kérdez miért, most tényleg akarok egy választ, mert, és ez azt jelenti, hogy nyitott vagyok változtatni a szemléletről, és a viselkedésemről, és a többi. Na, akkor érett vagyok itt, ide felkerülni. Igen, és itt még mindig tudod, nem olyan erős nyitott, hogy itt tényleg nem, itt már... Látja a természet, a törvények, de Isten még nem fér be, mert tudod, még egy kicsit csak nyitott, ahogy itt valahol rajzoltunk. De mikor ide kerül, akkor itt nyitja tovább a tudatot, ahol már belefér Isten elméletileg, hogy nem természet, hanem egy személy. Mert itt maximum egy természet lehet Isten. És ezért mindenki egy kapcsolatot vele, az a kapcsolatom természete, hogy én használom ezeket a törvényeket. Hát ennyi. Itt már mondja, hogy személy, te vagy lélek, egyéni öröki lélek személy, ő egy lelki, öröki, legfelsőbb személyisége, és a legfő törvény, ez a bhakti jóga, ez a szeretetnek a jogája, hogyha te ezt csinálod, itt azt mondják, hogyha Istent, itt már jön, Istent teszel elégedeti, úgy élsz, akkor te leszel elégedett. Ez a elégedettségnek a törvénye. És ahogy beszéltünk, hogy itt megszűnik a szenvedés, a boldogság már itt kezd jönni egy kicsikét.
és csak fokozódik. Olyan, mikor mi, ez még nagyon messze. Ez, itt csak egy ilyen kis anyagi dolgok vannak még, meg a szenvedés megszűnése. Ez olyan, mikor mi voltatok erdőben, mikor ilyen piknik tűz volt? És van, amikor olyan távolságban vagyunk a tűztől, hogy nem érzünk a hőt. Ez ezek. Itt egy kicsit már olyan távolságban, hogy valami kis tűz hatása már érzem. Közeledek, kezdek elégedettebb lenni még, egy kicsit így érzem valami boldogság, mert már ezen a szint már csak hallani arról, hogy én te lélek vagy örök, nem vagy ez a szerencsétlen test, ami egyszer meghal és hamuva válik, vagy kukakocok parti tartanak, hogy megegyenek. Night party. Piknik. Kukacok piknikeznek. Hanem te vagy, és Isten egy személy, akivel lehet egy kapcsolat. Ez már te közelebb kerülsz, és ez már egy boldogságot kezd okozni. Akkor még egy kicsit lépjünk a tűz felé. Ide. Még jobban hatása van. Szóval itt már még nagyobb, nem tudom, 3+. Itt már le kell venni, már olyan jó. Már nem kell Jackie. Igen. És akkor itt már abszolút. Mert itt már személyes kapcsolat van. Krisnának puszit tudsz adni. Ezt mondja Srila Prabhupád. Kézet lehet fogni. Ezen a szinten. És mivel Krisna, és miért, amikor kezdjünk közelebb kerülni, akkor jön az tényleges boldogság. Azért, mert Krisna a boldogság forrása. És amikor még a tűz a hő forrása, és minél közelebb, annál nagyobb a hőt érzem, ugyanúgy minél közelebb megyek a boldogság forrásához, annál kezdek érezni boldogságot. Röviden. Pár mondatba. Kérdések, vagy esetleg, hogyha vannak? Oké, igen, Michael. Távolról jött, ő elsőbség. Lehetséges, hogy valaki beragadt két ilyen tudatszint közé, közötti állapotok van, nem? Igen, igen. Igen. Ezért fontos, hogy legyen mellettünk mindig egy lelki tanítómester, ő fog segíteni, tudni adni áldást, erőt, mert valamikor erőhiányból, vagy tudáshiányból, vagy nem túl helyesen gyakorolunk. Igen, és még itt is be lehet ragadni. Igen. 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 Van egy ilyen elképzelés embereknek, hogy aki már embernek született, az már nem lesz állat. De a tudatunk tud nyílni, ahogy mondtam elején, és tud zárni. Szóval általában innen már nem. Általában nem. De innen még lehet. Vissza lehet. Úgy van, hogy innen leghamarabb lehet visszamenni állati becsukjatás, de ledegradálja a tudatot. Innen egy kicsit stabilabb, de még mindig nagy esélye van. Itt már egy kicsit kevesebb esély van. Itt még kevesebb esély van. Itt már nincs esély. Jó? Pontosításképpen akartam kérdezni, hogy mikor a lélek ugye megkapja azt a lehetőséget, hogy állati testből emberi testbe tudjon visszatérni a Földre, hogy ugye említette a Maharadzsa, hogy
kérdések feltevésével tud előrébb lépni a pranamájából, a pranamájából. Viszont pontosításképpen azért kérdeznék rá, hogy az, hogy felteszi a kérdést, az nem jár együtt mindenkinek azzal, hogy meg is hallgatja a választ. De csak akkor tud tovább jönni, hogyha a választ azt magáévá teszi, és azáltal felteszi. Igen. Igen, az úgy van, hogy van kérdés, és ember nem nyugszik meg, ameddig nem kap választ. Megy oda, kérdezi, mit jelent, hogy születtem, mit jelent, hogy meghalok, miért születtem, mert látom, hogy apukám, anyukám megy, munka, haza, nagymamám ugyanazt csinálta, ők meghalták, akkor a szüleim is meghalnak, akkor én is rohangálok haza, otthon, legyen kis izgalom, hogy befizessem a számlákat, a válságok, szétszedem magamat, és utána meghalljak. Ennek mi az értelme? Na, ezt kérdezem, és akitől nem fogok érezni egy választ, ami a szívembe visszhangzik, addig fogok menni. Azért, mert a családomban nagyon sokszor volt olyan, hogy én próbáltam segíteni, mondjuk nagyszüleimnek, szüleimnek, és mindig kérdeztek, de már a választ nem várták meg, vagy nem akarták elfogadni, és akkor ők így mostanában. Igen, ezek azok a lelkek, mert általában ezen a szinten alszanak. A lélek alszik, nincs, nem tudatos. Ezért, mert épp ez a, aki kérdez, az ébred. És vannak azok a lelkek, akik néha egy kicsit így, tudod, államból ki, így, hány óra van? 7 óra, aha, jó. Na, ezek ilyenek. Néha egy kicsit kezdenek ébredni, kérdezik, akkor mi, hogy van? És te válaszol, hogy vissza. Szerencsétlen helyzet. Visszaaludnak. Igen. Nem tudunk segíteni. Nekik kell kérdezni, és ébreden várni a választ. Szívesen. Oké, ki volt? Edina? Az állatnak a legalsó tudatszintje, az meg a növényeknek a teteje. Hát az egysejtűek. Tudod, vannak a papocskák, mindenfélék. Infuzória. Magyarul így mondják? Infuzória? Vagy amöba. Amőba és infuzória papucska, valami ilyesmi. De ez egy oroszos. Igen, ez egy egysejtűek. Az egysejtűek vannak, meg ilyenek. Jó? Én csak azt akartam, hogy mint a viszont, hogy csak a lányom meg a dukhalája, a többi szintek nincs ilyen megnevezésen. Ez nem a szintek, ezt csak ide beraktam, ahol sorok voltak beírni. Ez azért más színnel. Teremnek? Igen, nincs olyan megnevezés, ami a többi így, ugye, ilyen módszer. Ja, bodzsanalája, biztos van. Biztos. Ahol valamit csinálnak, az lehet mondani, hogy lája. Vagy, hát azt mondja, vagy lája, vagy sala. Sala. Ugye, ahol áldozatokat, az nem jagja lája, hanem az jagja sala. Ugye, ott más a... Lehet, hogy más... Mert szanszkritból lehet, hogy nálunk helyiség, minden helyiség, vagy terem, de a szanszkritból ebből lehet 40 szó. És mindegyik helyzethez pont azt a helyiség szót kell használni. Go, shala. Így van. Igen. Shala az lehet, hogy az, ami fog adni, adja menedéket. Jagja shala, csinálsz az áldozatot, és ez menedék hely lesz. Vagy már van. Jagja shala. Igen. Go shala, jagja shala. Oké. Igen. De sokszor azt látjuk, hogy ezek nem annyira stabil szintek, hogy ilyen egyik héten itt vagyunk, másik héten ott vagyunk. Így eléggé hullámzó tud lenni. Ahogy mondtad, hogy ha valaki állandó, az akkor is stabil. De múlt sokszor az, engem hagyja mindenki békén, és akkor azt mondta, nagyon alul vagyunk, most már nem akarok semmit. Aztán meg úgy kicsit jobb időszakunk van, és akkor pedig már volt előtte megvalósítás, volt előtte esetleg úgy tudás, úgy olvasunk róla, de mégis akkor ilyen nagyon nem annyira az az érzés. Helyes? A pont, B pont.
Szóval mi lehet, hogy csináljunk így, hogy A pont, inkább fölfele megyünk, és B pont, az így a szintekhez. És egyszer fő pontok, rajzoljunk, és akkor mi megyünk. Az a lényeg, hogy meg kell nézni egy intervallumban, hogy hova tart. Mert ez így megy, így meg tud menni, és akkor ide tér, akkor oké. Okay. Hogyha időintervallum ezt mutatja, vagy így, de a vektor megy le, az baj. Időintervallum egy nap, az még nem semmi. Miért? Valamikor fáradt vagy, valamikor hibáztál, kicsit lecsúsztál, kaptál egy pofont, visszamész. Tudod, a karma, visszahatás. Itt, hogy kapsz, annál tudsz jobban degradálni. De ha ébere vagy, akkor kicsit lecsúsztál, pofont, karma, visszahatás, segítség, tanulás, tanács, és akkor így megyünk. Ez hasonló, hogyha most így is megyünk egyet, na, rajzolunk. Így, repülő. A repülő, mikor repül, van neki ugye légút, de ő úgy megy mindig. Eltér, mindig eltér egy kicsit, de a végén helyre fog leszállni az a pályára, mindig. Hogyha tart a vonal, és látjuk, hogy halad arra fele, akkor ezek még egyre a végén egyre kevesebb kezd lenni, és akkor letalál. Jó, és akkor adjon nálunk is. Valamikor csak fáradt, 3 napig csak alszok, mert tényleg elfáradtam. Valamikor tényleg egy kicsit jött a karma adag aktiválódott a tudatomba, ami egy kicsit visszatart engem, és nem, nincsen ez a dinamika. Igen, ilyen nincsen rakéta. Azoknak, akik, mint a Prabhupád, aki lelki világból jönnek, ő így mennek. Hát ő nem is mennek, hanem már ott vannak. Neki nem kell menni. Nekünk úgy tűnik, hogy mennek. Anyagi elért dolgokkal kapcsolatban igen. Ott újra kell nullára. Hogyha tettél ebbe az életbe lelki szinten legalább pár lépést, az örök eredmény, és megy veled, és következő életbe folytatni fogsz. A lelki szemszögből nem veszítjük el, hanem folytatjuk. Anyagi, ott a karmától múlik is. Mert lehet, hogy ebbe életembe nem is volt nehéz nekem elérni mondjuk pénzt, mert pont a aktív, a jó karmának az aktív szakasza lett. A következő életbe születek, jön a következő karma szakasz, küzdök egész életbe, és nincs pénzem. És lehet, hogy zseni vagyok. Nem azon múlik, zseni vagy, vagy nem. Van karma, jó karma, vagy nincs jó karma. És valaki ugye születik már tolókocs, és szóval én nem játszanék, hogy nem javasolnék maradni, megnézni, mi lesz következő életbe, mert nem lehet tudni, mit csináltunk. Sokan születnek, hogy ilyen már, ilyen tudjátok, és akkor egész életben ezt így kell élni, és ilyen gör. Nem lehet tudni biztos, hogy nekünk ez nincsen, nem csináltunk olyan tetteket, hogy ezt kaphassunk. Jó, gondoljunk át. De joga van mindenkinek kíváncsiságban megnézni, mi lesz. Oké. Okay. De sokszor azt van, szoktam én is beszélni arról, hogy akkor nem a test vagyunk, hanem a lélek.
akkor ezen információ szintjén ugye eljut az emberekhez, akik gyakorolják úgy jobban a lelki életet, akkor néha-néha egy picike megvalósítás jön nekik ebből. De még mindig sokszor ugye az elképzelés, hogy hát igen, a lélek vagyok, de az valami más, mint a mén. Tehát, hogy mégis az nem ugyanaz a személyiség, mint aki most vagyok, és ott tudom majd ezt mégis összeegyezni, hogy akkor ez ki lehet, vagy akkor... Tehát, hogy mégis nem érzem azt, hogy az tényleg én vagyok, én fogok megmaradni, hanem mint akinek törlik az egész memóriáját, és akkor majd újra, mintha újra megszületni volna. Úgyhogy régen nem tudom, melyik. Egy hölgy voltam Texasban, nem tudom, ananászt pucoltam, most meg itt vagyunk és különös vagyok, de hát most a kettő nincs közel egymáshoz. És sokszor ez az érzésem, amikor erről beszélünk másoknak, vagy most néha belegondolok, hogy az annyira távoli, hogy attól, mintha nem is már élnék, annak ellenére, hogy mégiscsak én vagyok. Igen, erre nagyon jó magyarázat, Srila Prabhupada válaszol. Először, hogy ez egy, vagy Annamaya, vagy a Pranamaya szint. Hogy mi azt mondják, igen, amikor majd következő életbe születsz, akkor va, ez lesz veled. Az már nem én leszek. Mi azt gondolja, hogy én az, aki most ez a test. Mikor más test, akkor az már nem én. De nekünk azt kell, úgy lehetne válaszolni, hogy hát nézzük meg. Amikor valaki csecsemő, akkor van egy test. 7 év múlva lesz már második test. Ez még tudományos meg erősíti, hogy 7 év alatt összeset kicserélődik. És hogyha megnézzünk egy csecsemő és egy 7 éves gyerek között képet, van hasonlító? Nem hasonlítanak egymásra. Teljesen más a test. Oké, megyünk tovább. Mondjuk akkor ugorjuk egyet, hogy a következő legyen 40 év. Valaki 40 éves, itt 7 éves. Teljesen máshogy néz neki. Teljesen. Mert más a test. És akkor mi kérdezünk, és mondjuk neki, hogy most tudomány szerint a védák és a tudomány szerint ez a test, ami neked van, többször ki volt cserélődve már egy élet alatt. Ez nem teljesen nem ugyanaz, semmi közös nincsen. De most nézzük meg, akkor lehet mondani, hogy nem te voltál? Amikor az albumotat mutasz, mikor jönnek barátok gyerekkorodról, és mondasz magadról ő? Nem. Mert megmondják, menj orvoshoz. Valami bajod van, személyiség felfogásával. Hanem azt mond, én emlékszem. Mert itt mi a lényeg? Amikor 7 éves voltam, kicsit szétszedem, nem 27 legyen, és kaptam, na most 7 éves voltam, lehet, hogy akkor 8 éves voltam, jöttem először Magyarországra. 78-ban volt. És mit emlékszem? A Tatán, a strand, sok, 5-6-7 medence, mert nálunk olyan nem volt Szovjetunióban. És emlékszem a mai napra, ez lángos, vidám parkra elmentem, elvarázsolt kastély volt, hullámvasom. És mikor én ezt mesélek, akkor én ki élte át, hogyha valaki 40 éves. Én éltem át, azt emlékszem, aki érzelmi tapasztalatot kapta, az nem ő, hanem én. Szóval ez az én vagyok, aki átéli, aki érzi, az sose változik. Más testem volt, most másik test, meghal, új test, én, aki érzi, átmegyek. Én leszek az, aki ott, mert ez is testcsere, ez is testcsere, nincs probléma. De én azt minél, de kamaram, javaram, gyarát, tehát hát, de hentára, tartír, de ér, aztán, nem ugye, Bhagavad Gita is ezt mondja.
csecsemő kortól, gyerekkorban serdülő fiatal öreg, ugyanúgy halál után új test. Egy személy, aki érez át mindent, az nem változik, az én leszek. Ezt mondja Bhagavad Gita. És ezt tapasztaljunk a modern tudomány szemszögből, akik mondanak, hogy 7 évente új testünk van. Hogyha ezt nem érti valaki, ne erőltess, mert annál már szinten van, zárta, tudod, nem fog beleférni. Mi azt csináljunk, ez egy jót kérdezem, mi nem akarunk senkit meggyőzni, mert nem lehet. De aki nyílt egy kicsit, és most tud emelkedni Anna Májától, mi adjuk egy infót, és hogyha érett rá, akkor csak mondja, köszönöm szépen, ez most nagyon jó volt, most elégedett vagyok ezzel, és felépett. De próbálni tovább még érveket hozni, minden, nem fogunk tudni, mert nem fér be, nincs kapacitása neki sajnos. És akkor azt mondjuk, akkor gyere vasárnap egyéb prasádamot. Az fog segíteni nyitni tudatot. Jó? Válaszoltam kérdésedre? Jó. Igen, szóval mi megmondjunk, de nem várunk el, hogy értse vagy nem értse, mert ezt nem tudjuk helyette megérteni. Igen? Szintek között mindig felhívtál kérdés, hogy mi az a kérdés, ami vezeti tovább a... Igen. Igen, akkor... Igen, itt kérdez, hogy miért szenvedek, miért velem el? Az először csodálkozik, hogy azt gondol, velem sose nem történik. Sose, velem nem. És mikor velem történik, akkor kész van. Miért velem történik? Volt nektek ilyen? És ez a kérdés, miért? Ez fog adni, nyitja a tudatot, hogy kapjon választ. És akkor mondja, hát a törvények. Itt, mikor én kitapasztaltam, milyen csodálatosan működnek a pránák, a csakrák, minden, akkor én értem, hogy ez nem lehet magától, túl okos dolog. Ki csinálta? Ki ez a csodálatos, aki ilyen csodákat csinálta? Ez a kérdés viszi engem a filozofikus tudáshoz, a Gyána Mája szinthez. És itt, amikor én elkezdek gyakorolni, én kezdek érezni dolgokat, és mondom, most mi lenne, hogy látnék is. És akkor mélyítem a gyakorlatot, és nekem ez a kérdés inkább itt a vágy. Itt már nem nem a kérdés van, itt már vágy. Akarok látni. És akkor jön ide. És mikor látom, akkor gondolom, na ez szeretni való. És akarok szeretetet. És megyek föl. Szóval itt a lelki, innen már kezdenek lelki vágyok jönni. Itt kérdések. Oké. Rendben. Beindult az emésztés. Itteni. Akkor jó, nincs több kérdés, köszönjük szépen, és folytatjunk holnap, én nem vagyok, pénteken még lesz téma valamilyen. Igen. Jó. Oké. Köszönjük szépen. Sri Sri Dhanita Vijay Goranga Kijay, Sri La Prabhupada Kijay.